Sziasztok! Nagyon egészséges, jó a szív- és érrendszeri megbetegedésekre, nagyon sok daganatos betegség megelőzésére is bizonyítottan jó, csökkenti a koleszterint, nagyon-nagyon kevés a kalóriatartalma, és hát emellesen nagyon finom. Na, hogy mi lehet ez? Itt vagyok Ócsán, az ország legnagyobb gombatermesztő üzemében, és most a tulajdonos fog minket körbe kalauzolni. Ez a Jövő Idő, a Grindex előremutató magazin műsora. Tartsatok velem! Váci Gergely, szia! Na, Árpád, először nagyon szépen köszönöm, hogy fogadsz minket. Már így kívülről is elképesztően impozáns maga a létesítmény, de nagyon kíváncsi vagyok. És hát látom, hogy van egy-két célszerszám a kezedben. Mi ez egész? Hát ugye az az első célszerszám a lámpa, ez kelleni fog egész nap, amíg körbejárjuk. És hát ugye normál esetben hajhálót szoktunk használni, igyekszünk arra odafigyelni, hogy a haj ne hulljon bele a gombába, mégis egy friss élelmiszert állítunk elő, ami a szedés után akár néhány órával a záruházláncokhoz el tud indulni, úgyhogy vigyáznunk kell, hogy a hajunknak, úgyhogy választhatsz magadnak hajháló helet, fekete, jó? Nagyszerű. Oké. Na, hát akkor így. Akkor egy kis kattintásra is tudunk indulni, parancsoljál. Termesztő számára az első fő technológiai szakasz az, hogy megérkezik hozzá a gombakomposzt, illetve ezt a gombakomposztot egy úgynevezett betároló gépen keresztül rápréseli erre a polcra, és ráhelyezzük a tőzeges takaróföldet. A természetben a gombák tömeges megjelenéséhez ki kell várni a megfelelő időjárási viszonyokat. Az Ócsai gombafarmon azonban a számítógépek segítségével ezeket az ideális körülményeket szimulálják, mesterségesen állítják elő, ezzel felgyorsítva, irányítva a gombatestek növekedését. Egy ilyen telepen szinte minden centiméternek, minden foknak és minden százalékpontnak jelentősége van. Legyen az a tálcák mérete, a hőmérséklet, a páratartalom, vagy éppen a széndioxid szint. Én azt szoktam mondani, hogy a gombatermesztés az a mezőgazdaság forma 1-et. Itt óriási sebességgel történik minden, itt olyan, mint a forma 1-en 300-zal mész. És vissza kell kapcsolnod 200-zal, de állandóan nagy sebed, egy nagyon gyorsat forgó, nagyon sok forgód van, pici a tolerancia, és ha jól csinálod, szép az eredmény, ha nem jól csinál, akkor óriási baleset van. A gomba termesztése rendkívül környezetkímélő, fenntartható. Amellett, hogy mezőgazdasági mellékterméket és hulladékokat használnak fel alapanyagként, a vízigény is rendkívül csekély, ami a jövőben minden bizonnyal egyre fontosabb szempont lesz. De mit is jelent ez számokban? Csak példaként, míg 1 kg rizs előállításához 1111 literre, ugyanennyi krumplihoz 200 literre, a búza kilójához pedig 1492 liter vízre van szükség, addig az almánál ez a szám 333, a tehén-tejnél 940, a marhahúsnál pedig 16667 liter. Ezzel szemben 1 kg gombához mindössze 4-5 liter víz elég. Hú, megkóstolhatom? Persze. Vehetek egyet akkor? Mindegy, vagy akkor mutatom, hogy melyiket szeretném. Amelyiket szeretnél. Kicsit jobbra-balra ki kell csavarni, kicsit csavaró mozdulattal kimozdítod. Csak annyit csinálsz, hogy a tönkét megfogod, learapod a fejét egy ilyen kis gombának, és akkor ott marad a tönkje. Általában minden gomba ehető egyszer, úgyhogy ez... Jó, tök jó ízű. És van egy haverom, ami mindig azt szokta mondani, hogy a gombás ételt előre kell fizetni az étterembe. Én azon gondolkodtam, amikor jöttem ide, hogy vajon hányfajta gombaételt ismerek. Hát olyan túl sokat nem. Hát rántott igen, gomba, gomba pörkölt, amit nagyon igen. Szeretek, tejfölös nokedlivel. Igen, gombapaprikás. Gombapaprikás. És kirántott gomba. Hát ennyi. Igen, ez az általános. De most a weboldalunkon, illetve az általunk ja, áll, a nejen foglalkozik ezzel a gomba gasztronómiával. Több száz módon lehet elkészíteni a gombát. És,
és hát ugye a legdurvább elkészítési módok, mi azért nem szoktunk ilyen extremitásokra elmenni, vannak, akik még fagyit is készítenek benne, vagy édesség szintre, de olyan, hogy muffinba beletenni, az nagyon jó, még muffin alapanyagba is jó. Ennek oka, hogy a gomba úgynevezett umami ízű alapanyag. A japán kifejezés az ötödik alapízt jelenti, a sós, az édes, a keserű és a savanyú mellett. Gomba egy superfood kategóriába tartozik, ugyanúgy, mint a vörösbor, az áfonya, az avokádó, vagyis jó néhány olyan élelmiszer, ami vagy a kiemelkedő magas antioxidáns tartalma miatt, magas vitamin tartalma, egészségmegőrző, betegség az csökkentő. Az igaz, hogy nehezen bontja le a szervezet, a gombát? Ez egy pro és kontra kérdés, hogy nehezen bontja le. Amit nehezen bontunk le, az azt jelenti, hogy rostokban gazdag. Tehát jó a szervezetnek. Így készül tehát a polcokon leggyakrabban látható fehér kalapú csiperke, amiből barna kalaput is termesztenek ócsán. De néhány igazán különleges fajjal is találkozhatunk a biofungi gomba farmján. Ilyen például a shiitake gomba, aminek alapanyaga egyenesen Kínából érkezik, de kísérleteznek az ördögszekér laskával is, amit körútunk végig meg is kóstolhattunk. A hagyományos laskagomba azonban, aminek termesztés technológiája szintén teljesen eltér a többi gombától, már évek óta sikerterméknek számít. Hát azért ez egészen másképp néz ki, mint amit az előbb láttunk. Hát igen, ez egészen másképp néz ki. Hát ez egy más gomba. Mi két hullámba termesztünk, mert olyan sok gombára van szükségünk, hogy a harmadik hullámot nem tudjuk megvárni helyhiánya miatt, de egy gazdaságosabb termesztés lenne, hogyha a három hullámba termesztenénk. És akkor mondjuk a harmadik előtt, tehát akkor a második után ez kuka? Igen, hát kuka. Hát ugye mondhatjuk azt, hogy kuka, tehát ez egy utána egy talajjavító anyag, ez egy kerti mulcs, ez egy termesztő közeg, tehát ez későbbiek... Ez ugyanúgy felszerelt, tehát vannak ügyfeleink, akik kert... Igen, tehát kertészkedők, gyertéglakészítőktől kezdve, paradicsom termesztésen át, ez hihetetlen jó tápanyag erő utánpótlás. Ez a laska alapanyag is, és ugyanúgy a letermett csiperke, gomba, komposzt is. Rengeteg laska gomba között sétálok éppen, és hát ezeknek az a különlegessége, hogy ezek a Holland Egyetemen úgy lettek nemesítve, hogy ne tartalmazzanak spórát, azért, többi között, hogy akik szedik a laska gombát, ők ne allergizálódjanak. De, ami fontos, és itt van egy nagyon-nagyon érdekes és hát egy büszkeséggel eltöltő magyar vonatkozás, hogy ennek a gombafajtának az alapja egy olyan laska gomba, amelyet Gyurkó Pál a Soproni Egyetemen nemesített, és egyébként az az alap gombafaj, ami a leginkább elterjedtebb, a legjobb hozammal, és hát a legjobb élettani hatásokkal bír, tehát büszkék lehetünk rá. Mi kitaláltuk azt, hogy olyan láncokkal, akik hajlandóak velünk egy kampányba részt venni, a gombát rózsaszínű tálcába csomagoljuk. Mi a saját részünkből 5 forintot, és a láncok is a saját részükből 5 forintot hajlandóak föláldozni valamilyen nemes cél érdekében, amit most már a harmadik évben a Margit Kórháznak fogunk adni. Már eljöttünk a kis üzemlátogatásból, sapka lekerült. Hello! 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 Ide hoztad ide a gombát? Behoztam ide, csak hogy hallottam, nagyon éhes vagy. Igen, ne nevedj el így, éhes gombát nevettünk el. A korgást hallottad? Mert azt is hallhattad. Igen. Jó étvágyat, és nagyon szépen köszönjük a vendéglátást, meg a sok-sok információt. Jó, nézzük meg, hogy... hogy sikerült. Szinte jó.